Karácsony előtt egy szószoros értelmében nagyszabású gála műsorral léptek fel a Szent Pantelejmon iskola növendékei. A produkciót délelőtt a Móra iskola különítménye, a jószolgálati otthon gondozottjai és az óvonai közösség tagjai láthatták. Az esemény pedig folytatódott délután is. Ekkor pedig a büszke szülők sokasága előtt mutathatták meg magukat a gyerekek. Az esemény előtt Szóladi Zoltán igazgatótól megtudhattuk, hatalmas munka előzte meg a fellépést. A gyerekek bár egész évben készültek egy-egy színpadi fellépésre, a karácsonyi gála azért kicsit kiemelkedik a fellépések közül. Köszönet illeti az ő, illetve a felkészítő pedagógusok munkáját is. Gyakorlatilag elkezdődik a tanév, és decemberben és a nyáron van egy-egy óriási gálánk, és közben még kisebb fellépések. Mindig úgy állítják össze a műsort, ami aktuálisan megfelelő, rengeteg új darabbal, és rengeteg gyereket megmozgatva. Tulajdonképpen az AMI-ban, az Alapfokú Művészeti Iskolában 90-100 gyerek dolgozik nap mint nap, és ők mindannyian fellépnek ebben a gálában, tehát óriási munka ezt megszervezni, koordinálni, összehangolni. Úgyhogy nagy dicséret illeti a táncpedagógusainkat, és valóban a mai, vagy a mostani műsor, az egy olyan komplex műsor, hogy gongszóval kezdődik, fináléval végződik, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy színházi előadás. Rátérve magára a színpadi produkcióra, az előadásban az iskola 108 tanulója vett részt, akik 7 pedagógus közreműködésével készültek a nagy napra. Bálint Judittól megtudhattuk, az alkotás kifejezetten a karácsony előtti időszak napjaira koncentrált, és nem csak táncokból állt össze a több mint egy órás műsor. Nagy örömmel mondhatom, hogy az iskolánknak szinte a fele, 108 tanuló vesz részt, minden osztályból vannak közreműködők, elsőtől nyolcadikig. 108 tanulónk van, van prózai darab, jelenetek, mesejátékok, vers, kórus, zenés produkció, táncos produkció, és a 108 diákot 7 pedagógus készítette fel a műsorra. A gála műsorban a gyerekek mellett mások is szerepet kaptak. Például Burunc Márta pedagógus, aki nagymamaként szerepelt az összeállítás első perceiben. Vagy például Kovács István görögkatolikus parókus, aki az intézmény lelkivezetőjeként nem csak beszélt a karácsonyról, hanem a kisfiával együtt egy párbeszédes verset is előadtak. Ő azt mondta, nem bánta meg, hogy rávették a szereplésre. A felkészülés és az előadás hatalmas öröm volt számára. Mondjuk azt, hogy rávettek, hogy egy verssel, egy ilyen váltott párbeszédes verssel, a kisfiammal, aki ide jár az iskolába, ketten vagyunk jelen, ketten lépünk fel, és nyilván fantasztikus érzés, tehát csodálatos dolog, amikor a saját gyermekével versel az ember, de ha sikerül emelni még a fényét egy ilyen pici dologgal is az iskolának a karácsony ünnepének, akkor miért ne? Tehát akkor be kell vállalni ezt is, és nyilván öröm nekem is. És mikor végre elkezdődött a program, a Gárdonyi aulában mindenki megcsodálhatta a nagy munka gyümölcsét. Kisebb-nagyobb táncosok, igazi kis előadó művészek futottak ki a függöny mögül, hogy egy-egy érdekes szeletét mutassák meg annak a munkának, amely egész évben zajlott a színfalak mögött.